zene és a lélek harmóniája Bach kantátájának szépségéről szól. Az előző előadásból az altári utolsó néhány ütemét idéztünk vissza. Érdekes, hogy az ezután következő részek miképpen alakulnak hangfajták szempontjából, szoprán altár basszus szempontjából. Először volt egy kórustétel, és majd a legvégén lesz egy kórustétel megint. Az egy korál, az elején pedig volt egy sima, egyszerűen egy bevezető kórustétel. A kórustétel után jött az altária. És most, az altária után jön egy tenor recitativo. Ez a tenor recitativo azért érdekes, mert van benne gyors rész, van benne egy lassú rész, lassabb rész, van benne megint egy gyorsabb pergő pici kis szakasz, és a végén pedig megint egy lassabb rész. Két adagio rész a lassú rész. Miért is van ez a tagolás ennek az egyoldalas kottának igazából? Miért van ilyen tagolása? Azért, mert az eleje arról szól ennek a recitatívónak, hogy Ádám a paradicsomban félt a bűnbesés után, és el akar bújdosni, ugye? Elrejtőzni akart. Az Isten arcától való félelmében. A recitatívó másik részében viszont azt érezzük, hogy most az Isten leküldte a gyermekét, vagy Isten megjelenik igazából Jézusban, ugye, és közénk jött. Tehát szeretetre méltóbb a helyzet, mint egy ítélkező paradicsombeli ítélkező helyzet, és ezért ő most nem fél, inkább örül ennek a helyzetnek, ennek a szituációnak, hogy ide közénk jött a kis Jézus. És mikor ezt kimondja, hogy az a kis gyermek, a kis Jézus, akkor lesz újra megint egy ilyen adácsos, ilyen lassabb, ilyen szinte meghajló, szinte szeretteljes gesztussal kiénekelt zenei részlet a recitatívó végén. Ein Adam mag sich voller Schrecken vor Gottes Angesicht im Paradies verstecken. Der allerhöchste Gott kehrt selber bei uns an. Und so entsetzt sich mein Herzen nicht, es kennet sein erbarmendes Gemüte. Aus unermessener Güte fehlt mir ein recitatív után jön egy ária. Most szoprán ária jön. A szoprán ária arról szól igazából, hogy milyen boldogság az a megszületés, és ennek a nagy örömében hát énekel, a zenekar fantasztikusan szépen játszik. A zenekari résznek két kis ismétlődő motivuma van. Az első, egy felsős magas szólamokban lévő nyolcad mozgásokkal lévő szakasz, a térérített arra, a basszusban, a mi regiszterekben, ott pedig van a térérített rrrram. Tehát van egy ilyen párbeszéd felelet szinten a két, a magas regiszterek és a mi regiszterek hangszerek között. Thank you.
picit líraibb, nem olyan örvendező, olyan csengőbb, olyan csilingelőbb, egy kicsit líraibb, vagy inkább azt mondhatnám, kicsit olyan keményebb, olyan kegyetlenebbnek tűnő, vagy olyan szikárabb, ridegebbnek tűnő. De miért? Mert arról van ott szó, hogy aki nem ismeri fel ennek a kísérősnek a szeretetét, vagy nem ismeri fel az ő jelentőségét, annak igazából keménynek, kőnek kell lenni a szívének, hogy ezt ne ismerje fel, ezt a szeretetet. És hát ezért van egy ilyen kicsit olyan hosszúkásabb hangokon, olyan kitartott hangokon, olyan nem olyan dallamos, de mégis olyan tartott, olyan, mint a kő, mint a statikus, valami olyan egészen furcsa, nem olyan felszabadult érzelmekkel teli mozgás és folyamatos módon, olyan megálló, van igazán olyan kőszívű zenei képeket próbál idehozni a fülünkbe ezekkel a statikusabb elemekkel, hosszabb kitartott ének szoprán hangon, hosszant kitartott énekhang, az egy kicsit olyan keménynek tűnik, ugye keménynek hat mindenképpen. Tehát nagyon szép ez az ária, azt is hallgassuk meg nagyon szépen és nagy belső átéréssel. Hosszú ária, olyan ária, hogy da capo-s ária, tehát a végén, az ária végén újra visszajön az eleje, és akkor az eleje egy bizonyos szakaszig, ugye a koronáig, a megállásig ismétlődik. Thank you.
érkeztünk az utolsó két tételhez. Az első ebből a kettőből egy basszus recitatívó. Basszus recitatívó szinte egy összefoglalását adja annak, hogy az előző tételeknek igazából mi lenne az értelme a jövőre, a jövő szempontjából. Azt mondja a szövege, hogy nos, hát a halál félelmével és fájdalmával immár nem törődik meg vigasztalt szíven. Tehát valamiképpen arról lesz szó, azt próbáljuk kifejezni ez a basszus recitatívó, hogy megszületett a megváltó, és igazából ettől kezdve az örök élet reményében nyilvánvaló, hogy nem fél a haláltól. Azt mondja, mivel ő az égből aláhajolt a földre, akkor biztosan majd gondolni fog rám, amikor én végzem a síromban. És ezeknek a mélységnek, magasságoknak az égből lehajolva, és meghent a sírba, ugye ezeknek hogy lehet valamiképpen hangi megfelelése a kottaképben? Ez is egy nagyon érdekes dolog. Egy oldalas, ez is a, nem egészen egy oldalas a, ez a recitatívó, és borzasztóan tele van olyan szépségekkel, vagy nem is borzasztóan, gyönyörűen tele van olyan szépségekkel, ami azt mondja, hogy a szöveg és a dallam és a hangmagasság között bizonyára, hogy összefüggések vannak. Nézzük meg az elején. Akkor azt mondja, nos hát, egy ilyen mozdattal, ilyen gesztussal föllép egy pám, egy ilyen indítás. És utána a halál félelmével és fájdalmával lévő részben pedig azonnyomban a halál szóra egy szüktet kvint hangot vagy hangközt lép. És mikor azt mondja, hogy a fájdalomról van szó, a smercen, akkor pedig a vízdísz hangközzel olyan érdekes hát, hatást ér el, hogy a D-tonalitásból, a dóból, a D-dóból divé emeli fel az első foknak a hangját. És azonnyomban pedig rögtön egy diszcével, a második ütemnek a második felében, egy diszcével, egy szűk, egy szeptimmel lép föl. Tehát valamiképpen a szenvedélyesség, a fájdalom, a félelemnek az ugrapugrálásával van itt egy picit ilyen megfelelés a hangok világában is. És mikor ő azt mondja a következő részben, hogy ugye, hiszen ő az égből lehajolt a földre, akkor a D hangról, a felső oktávnak a D-jéről egy DH-gíz, aztán FD-re, egy ilyen szűkített hármas hangzattal hajol le. Na most miért éppen szűkített hármas hangzattal hajol le? Hát erre is bele lehet magyarázni nyilvánvaló. Nem lehet, hogy így is esetleg tervezte, vagy így gondolta a Bach, ezt persze mire nem tudjuk, ezt csak mi beleérezhetjük, vagy belegondolhatjuk, hogy ez a földre való lehajlás, vagy megérkezés a születés révén, ugye, ez igazából a keresztfeszítéssel ér majd véget. Tehát ennek a lehajlásnak, ennek a megérkezésnek, ennek a megszületésnek a kegyetlenség lesz majd a vége. És éppen ezért, hát ez egy fantasztikus szép a második sor, második üteminek a levezető része. Aztán, amikor azt mondja, hogy akkor biztosan majd gondol rám, ugye gondol én rám is majd, akkor pedig azonnyomban ebből a C hangra, mégis C hangra érkezik meg ezzel a lehajlással, egy C hangról, egy A-moll akkordból, A-moll akkord alárakásából, rögtön vált egy A-durra, meg azt mondja, hogy bizonyára majd akkor gondol én rám is, mikor, amikor majd a síromban leszek. Ez pedig hogy oldja meg, ez pedig az a nyomban, az a második sornak az utolsó ütemében egy G-E és AIS, G-E-CIS-AIS, egy szügettel megint valamiképpen furcsa harmóniával, ilyen kesernyi és harmóniával építi fel, hangzat felbontással építi fel ezt a szójátékot. Ez is érdekes, hogy az egész recitatívónak a legmélyebb hangja, ez az AIS, ez a sír szó jelentő mélység, ugye. Tehát a legmélyebb hangot
a sír szóra helyezi. Ez is ilyen szép megfelelés, nagyon kedves és nagyon ilyen gyönyörű, jó logika. Aztán amikor arra gondol, hogy gondol majd rám, akkor újra fölmegy a legtetejére a dallam, a harmadik sornak az elején, és akkor egy adagio rész kezdődik itten. Ugyanarra a D hangra, az oktávnak a dójára, a D hangra lép, vagy megy fel rám gondol résznél, mint amikor azt mondja, hogy az égből leszállt, lehajolt. Ugye az ég is D volt, és az, hogy gondol rám majd onnan föntről, az is D hangon van, és egy egészen szép dolog. A másik sor eleje, illetve a harmadik sor elejének ez a hangi megfelelése. Ekkor kezdődik, hogy ez az adagio rész, és akkor pedig azt mondja, hogy aki Jézust igazán megismeri, és akkor egy nem is egy ugráló-búráló dallam hangzik most, hanem egy do, re, fa, mi, fa, so, mi, tehát do, re, mi, fa, so. Tehát majdnem egy skála indítás, hogy én nagyon szépen, mint ha megismerek valamit, nagyon minden részéről oldaláról megismerje. És ezután pedig ő azt mondja, hogy nem hal meg halál, akkor az, aki Jézus nevéhez fordul, itt pedig ez nagyon szépen lenyugtatja a végét, és mikor azt mondja, hogy oda fordul hozzá, akkor fölmegy, és akkor oda fordul hozzá, így fejeződik be a vége, és szépen lezár. Gyönyörűen ez a recitatív, ez rövid, de ez olyan veretesen, olyan sűrű és olyan fantasztikus, ami bölcseletet tartalmaz, ami az előző tételeknek igazán az összefoglalása, vagy legalábbis az, hogy mire is jó ez a születés, mire is volt jó ez a születés. A basszus recitatív után aztán az egész nép, az egész világ, az egész minden szoprán, altenor, basszus, az összes hangfajta megszólal a korálba. Wohl an, des Todes Furcht und Schmerz erweckt nicht mein getröstet Herz. Will vom Himmel sich bis zu der Erde lenken, so wird auch an nagyon szép a korálnak a felépítettsége. Az első szakasz, az első része, az egy szép kupolás ív, dallam ív. A második része, az első sor vége, az pedig fölfelé lép a felső dóig, és utána visszahajlik a láig. A harmadik sorában, a harmadik korál sorban, pedig felső réről indul el, és lemegy egészen a szólig. Majd innen, a következő sorban, a szótól fölmegy a felső réig. Tehát szinte ez egy ilyen völgy rendszerben.
csak az utolsó két sora, az pedig úgy néz ki, mintha megismétlődne az eleje, csak nem olyan, hogy mi fá szó, hanem azt mondja, szó, lá, szó, fá, mi, mivel megy. És a vége pedig egészen kinyílik, felső dóra fölmegy, és a dó, ti, dó fölszáll, fölemelkedik egy utolsó zárhangra, felső dóra. Befejezve ezt az előadást, ezt az előadás sorozatot a Bach kantátáról, kívánom mindenkinek, hogy legyen türelme, legyen hozzá mélysége, lelki mélysége, hogy ezt végighallgassa egyszer, kétszer darabokba, kisebb részletekbe, csak belekóstolgatva, de ezzel a videóval bármikor, bármelyik kis részletet vissza tudja játszani, vissza tudja hallgatni, meg tudja nézni egyik képet, másik videót, amelyiket éppen szeretné a kis mozaikokból, és el tud töltekezni azzal, hogy egy ilyen rövid, igazából rövid kis oratórikus műben, kis kantátában, hogy miképpen van jelen a szoprán, alt, tenor, basszus négy emberi hangnak az éneklésével, a négy emberi hangnak a megszólalásával egy valami igazán bölcske nyilatkoztatás, és valami egy olyan gyönyörséges, igazán mélységes lelki töltekezés lehetősége, hogy aki Bachhoz nyúl, az csak boldog lehet, addig, ameddig hallgatja is, meg még utána is. Az élethez nagy-nagy segítség, nagy-nagy öröm és nagy-nagy lelki mélységet ad ez a zene. Köszönöm a türelmüket!